egy magyar viszonyokhoz mérve eléggé unikum fűnyírót szeretnék még bemutatni nektek. Unikum azért, mert elég vaskos áron lehet hozzájutni. Ez a fűnyírók Mercedes-e, mondhatni úgy. Anyagából, összeállításából, mindenéből adódóan, minthogyha egy 1985-ös 6 hengeres S-Merciről lenne szó. Tényleg mindene robusztus, erős, horganyozva, porfestve, és ami a legérdekesebb, állandó összkerék, mely kardán tengellyel van hajtva az eleje. Ez a fűnyíró legtöbbnyire szöllők közötti nyírásra van fejlesztve. Ritka nyíráshoz vizes, magas füvet tud vágni, lényegében gazt is. Létezik ebből egy fékezett verzió, meg egy nem fékezett. Ami itt van, ez Miki kollégánk saját fűnyírója, a saját gyümölcsösét ezzel nyírja. Sorok között, fák alatt, domboldalban, ezért kellett neki az állandó összkerék. Hogy van felépítve? Ugye az ÁS saját gyártású 165 köbcentis, 6 lóerős, kétütemű motorja van rajta, mely 50-55 fok tölésszögben tud nyírni. Azért 50-55 fok, mert most egyesek mondanánk, hát de hát kétütemű motort fejtetőn is lehetne, ez így igaz, de ezen egy BIN karburátor, egy úszós karburátor van felszerelve, és ez az úszós karburátor valójában ilyen 55 fok környékén nem tudja már az üzemanyag ellátást biztosítani, és ezáltal ez az egyetlen akadálya. Szóval, hogyha lenne rajta egy membrános karburátor, aminek viszont az a hátránya, hogy a nem használt időszakban kiszárad a membránja, vagy a mostani üzemanyagoknak az adalékai sajnos eltömítik az üzemanyagrendszer, itt azért ez nem annyira kényes, van egy úszóháza alul, azt ki lehet engedni, és akkor üresen el lehet rakni. A magasságállítása úgy történik, hogy elől lehet külön állítani, van egy zárszerűség, azt megnyomjuk, és akkor azzal tudjuk állítani a magasságát, és ugyanígy működik hátul is. Ezen felül, ha szállítjuk, összehajtható, illetve kerítés mentén nyírunk, vagy bokros területeken, akkor így elfordítható a kormány is. Külön nagy 5 literes üzemanyagtankja van itt fönt. Mint minden ÁS gépnél tartalékkal rendelkezik, az a sor végén megint csak az van, nem kell visszabattyognunk a kannáért tankolni és így, hanem dolgozva jöhetünk vissza az üzemanyagkannához, vagy a depóhoz, és tudunk tankolni. Részpersejes kerék meghajtások vannak benne, nagyon robusztus, erős kerekek, és egy óriási kés alatta, ahogy mondtam már, hogy vizes füvet és magas gazt is lehet vele gond nélkül vágni. Valójában kommunális, ipari gépről van szó, napi használat, rézsűs területeken, de legjobban mi Magyarországon, a Balaton parton adtunk el jó párat, Szekszárdra, Tokajba adtunk el, a szőlészeteknek, ők választottak ilyen gépet. Jellemzően 30-40 évig lehet egy ilyen gépet használni, azaz több generáción keresztül. Mondanám azt, hogy ezzel is nyírjunk, még mielőtt nekiállok, elindítanám, és ezt a jó kis kétütemű hangot hallgathatjuk, még gyorsan itt a karokról. Meghajtás, önjáros ez a fűnyíró, de viszont fokozatmentesen lehet menet közben állítani a sebességet. Van egy késindításunk, és van egy menetelésünk, és van egy gázkarunk ezen az oldalon. És akkor álljunk is neki, nyírjunk vele. Indítás, ugye itt nem annyira egyértelműek a dolgok, ugye látjuk a BIN-karburátort, aminek ez a kicsebb kar itt elől, ez a szivatója, ezt le kell nyomni. Megnézzük, hogy ugye nyitva van az üzemanyagcsap, itt fönt van egy üzemanyagadagoló, mivel hogyha ezt megnyomjuk, addig tartjuk, míg az úszóház megtelik, lecsöppen egy keveset, és utána egy kis gázt adunk, és már indíthatjuk is a gépet.